Egy rövid, de meghatározó részlet a sok-sok kitüntetést és elismerést méltán érdemlő Oscar és Golden Globe díjas Saul fiából. Nemes Jeles László rendező filmjének főszereplője Rőri Géza volt a 12. Halasi Zsidó Fesztivál vendége. Jártam már itt, de és van két olyan barátom is, nem tudom, föl vagyok-e hatalmaz, hogy elmondjam, hogy kik ők, akiket Pestről ismerek, és akik halasiak, és Amerikában is ismerek halasiakat, úgyhogy nagy örömmel jöttem, de még sosem aludtam itt, nem éltem a köreitekben, már pedig az lenne az igazi. Tehát ez a jövök, megyek, és ez is jó, de az igazi az, amikor az ember fölébred valahol, és reggel iszik egy kávét ott, ahol a legtöbb munkába induló ember, és egy kicsit velük fölveszi a ritmust, stb. Úgyhogy ez még hátra van, nem tudom, remélem megadja a Jóisten, hogy egyszer mondjuk egy hétvégét Halason el lehetne tölteni, az lenne a legigazibb. Nem változtatott az életem irányán és módján az, hogy most időnként az orrom alá tornak egy mikrofont. Nincs valódi változás. Örülök abból a szempontból, hogy én egy hívő ember vagyok, és ez egy lehetőség számomra, hogy erről beszéljek, és különösen Magyarországon sajnos úgy alakult a világ, hogy kevés hívő zsidót ismernek az emberek. Úgyhogy ez egy fontos lehetőség, hogy zsidó és keresztény testvérekkel is meg tudjuk osztani azt, hogy hogyan is van ez. Rőri Géza nem másodszorban költő is. Már a 8. kötetnél jár. Legfrissebb alkotásai A férfi, aki a cipőjében hordta a gyökereit című könyvben olvashatók. Minden kötetem között 6 év volt, tehát hogy lehet, hogy nem jön ki a matek, de hogy nem írok sűrűn. És ez egy mázli egyébként, hogy pont volt egy kézkézdiatom a Saul fia után, mert akkor így éppen akkor, ugye most ezt a könyvemet többen megvették, mint mondjuk az azelőtti hetet. Ugye én lassan 20 éve Amerikában élek, és hát enyhén szólva a margón abból a szempontból, hogy magyar költőnek lenni az operenciás tenger másik oldaláról, az nagyon nehéz. Úgyhogy örülök, hogyha olvassák a verseimet. A vers az azért van, hogy használják, tehát én, ahogy a Petőfi mondta, hogy ugye nem tündökölni akarok, tehát hogy számomra a legnagyobb dolog egy költő számára az az, hogyha egy fiú esetleg az én soraimmal vallja meg a szerelmét a barátnőjének, vagy hogyha valaki egy gyászoló rokonátnak idéz esetleg egy-két sort, vagy bárkitől, de hogy ez számomra a legfontosabb, hogyha valaki nem tud idézni egy költőtől, akkor nem mondja azt, hogy nem szereti, mert a vers az abban a formában is csak úgy él, ahogy megírták, nem körülbelül, hanem úgy, és hogyha szerintem a versnek az ereje és a csodája, ezért jön a dalból, mert hogy ténylegesen, ha nem is az egész verset, de egy képét vagy két-három sorát megjegyzi az ember, és az úgy zümmög, az úgy veled marad az élet során, és ha egy-két versben ez sikerül elérni, hát az óriási dolog. Rőri Géza sokáig vendégeskedett a zsinagóga kertjében. Beszélt, történeteket mesélt, megélt és átélt eseményeket elevenített fel. Közvetlen volt és végtelenül szerény. Hiába, ő egy Oscar-díjas film főszereplője.